Üdvözöllek a hetedik videóblogomban, ahol folytatom a mitokondriumok működésének bemutatását. Korábban már mutattam egy szemléletes ábrát a heteroplazmitásról. Erről a fogalomról szeretném most bővebben beszélni, ugyanis ez egy nagyon fontos elméleti fogalom, amellyel jobban megérthetjük az öregetés ütemét, és hogy hogyan lehet ezen lassítani. A mitokondriumok bakteriális eredetűek, azaz az evolúció során egyes egysejtű élőlények bekebelezték őket, és szövetségek kötöttek velük, jobb energiatermelés és a komplexebb létformák létrehozásának érdekében. A mitokondriumoknak a baktériumokhoz hasonlóan körszerű, cirkuláris szerkezetű saját DNS-ük van, melyek leginkább a energiatermelésben használatos fehérjé kódját tartalmazzák. Sejtenként akár több ezer mitokondriális DNS is lehet, és ezek anyai ágon öröklődnek, ami már részben meghatározza, hogy milyen a kiinduláskor a energiatermelésünk hatékonysága, ami persze aztán lehet majd még változtatni. Mivel a mitokondriális DNS 10-20-szor gyorsabban osztódik, mint a hagyományosan ismert sejtvagi DNS, ezért jóval nagyobb az esély, akár 100-szor vagy 1000-szer nagyobb az esély a mutáció kialakulására, vagyis rossz funkciójú, funkcióképtelen fehérjék kiíródására, amelyek befolyásolni fogják a energiatermelés hatékonyságát. A mutáció fokáról árulkodik számukra a heteroplazmitás fogalma. Az öregedéssel természetes módon növekszik a heteroplazmitás értéke. Doug Wallace kutatóorvos szerint évtizedenként körülbelül 10%-kal, ami egy teljesen normális folyamat, ám a mai modern világban több környezeti tényező is felgyorsítja ezt a folyamatot. A heteroplazmitás tulajdonképpen egyfajta tűzoltó mechanizmus a rossz környezet kompenzálására. A sejtekben kétféle fontos mechanizmus létezik, a rosszul működő fehérjék, mitokondriumok és egyéb sejtszervecskék javítására vagy éppen cseréjére. Az egyik az autofágia, amely például alvás közben működik, vagy böjtöléskor is beindítható. Ennek az a szerepe, hogy a rosszul funkcionáló fehérjéket lebontsa, felemészze, és hát az építőköveket újra beépítse. A másik folyamat az úgynevezett apoptózis, amely programozott sejthalálát tulajdonképpen eltávolítja adott sejtet vagy alkatrészt, és helyette újat kell gyártanunk. Ez egy kicsit költség és energiaigényesebb folyamat. Mindkettő teljesen természetes, és folyamatosan működik a szervezetünkben. Normál esetben nem is kellene róluk sokat beszélni, ám a modern egészségtelen életvitellel beavatkozhatunk ezeknek a folyamatoknak a finom szabályozásába, és elveszíthetjük a kontrollt felettük akár. Például, aki túl későn szokott vacsorázni, ezért szoktam mondani, hogy napnyugta után lehetőleg már ne együnk, annál nem fog megfelelően működni az autofágia folyamata, ugyanis nem lesz rákényszerítve a szervezet, hogy lebontsa a rosszul funkcionáló fehérjéit. Nem mindig van utánpótlás. És ezért működnek a szakaszos, böjtöléses módszerek, vagy a hosszabb, rövidebb böjt időszakok. Hát ilyenkor a sejtünknek van ideje megújulni és felhasználni a rosszul funkcionáló alkatrészeket. Az autofágia és minden apoptózis szabályozásának optimum tartásához úgy látom, hogy a cirkadián ritmust kell rendbe tartani, és akkor meg lesz a finom egyensúly ezek között a folyamatok között. Ezek mind szükséges feltételek egy hosszú és egészséges élethez, hogy rendben
menjenek az energiatermelő és regeneráló folyamatok, hogy a heteroplazmitás értéket is kordában tartsuk. Összefoglalva, az egészséges életvitellel kordában tarthatjuk a heteroplazmitás értéket, és bizonyos szintig még vissza is fordíthatjuk. Én szeretnék még sokáig jó erőben és teljes potenciállal létezni, élni. Remélem, te is így vagy ezzel. Köszönöm, hogy meghallgattál, és folytatás következik.